tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit, és hát külön köszöntöm polgármester asszonyt, illetve polgármester urakat. Abból az alkalomból, hogy egy új jótékonysági kezdeményezést indítunk útjára, az 5-7 Egyesület megkeresett engem egy olyan kezdeményezéssel, hogy egy beteg kislány számára egy olyan gyűjtést szerveznének, amely nem csak anyagi eredménye van, kézzelfogható anyagi eredménye, hanem a gyűjtés során a környezetet is kíméljük, a környezetszennyezést csökkentjük, az újrahasznosítható anyagokat újra használjuk, és ennek itt a választókerületünkben ennek a kezdeményezésnek a fővédnökévé kértek föl. Természetesen én ezt nagyon nagy örömmel elfogadtam, és nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom. Magáról, az akcióról azt szeretném kérni, hogy az 5-7 Egyesület elnöke, Makai Ferenc úr mondjon néhány szót. Szeretettel köszöntöm a sajtó képviselőit, illetve polgármester asszonyt és polgármester urakat. Én nagyon szépen köszönöm, hogy csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. Hogyha egy reklámszlogennel kezdeném, ugye bizonyítékkel nem ígéret, itt a bizonyíték, hogy egy nemes ügyhöz, ami több célt is szolgál, örömmel és kellő lelkesedéssel, és egyből az első szóra csatlakozott ennek a térségnek számos polgármestere, illetve képviselő úr is, és elvállalta a fővédnökséget. Balog Bogika egy diósdi kislány, 6 éves. Jelenleg éberkómában van, agydaganatot állapítottak meg. Neki gyűjtjük a kupakokat. Hogy miről is szól? Ezek a kupakok értékesítésre kerülnek. Az Egyesület vállalja a kupakok elszállítását és minden adminisztratív teendőt. Ennek az értékesítéséből származó bevételt teljes mértékben a kislány gyógyulására fogjuk fordítani. Azt sajnos tudni kell, hogy az orvosok már több mint egy éve lemondtak Bogikáról, de Bogika nem adja föl, és remélem, hogy mi se. Köszönöm. Én is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Budakeszin nagy hagyománya van, minden évben jótékonysági bálok sorát rendezi a település, és a bálokon sokszor gyűjtünk, sőt, szinte minden évben gyűjtünk rászoruló gyerekeknek, vagy beteg gyerekeknek a gyógyítatása érdekében. Úgyhogy nem nagy örömmel, de természetesen nagy lelkesedéssel csatlakozunk mi is ehhez a kampányhoz. Itt a budakeszi polgármesteri hivatalban lehet leadni azokat a kupakokat, amit a budakeszi lakosok erre a célra ide szállítanak, és akkor utána az Egyesülettel mi a kapcsolatot felveszünk, és természetesen a magunk erejével mi is támogatjuk ezt a szép és nemes célt. Én arra szeretném tájékoztatni a megjelenteket, hogy Biatorbágyon ez a módja a hulladékgyűjtésnek az éppen bevezetés alatt áll, tehát az intézményeikben, a oktatási intézményeinkben is gyűjtjük ilyen módon már, tehát nem csak a papír hulladékot, hanem a PET palackokat, illetve a műanyag kupakokat is, és hát természetesen szívesen helyét adunk egy ilyen kezdeményezésnek is, tehát párhuzamosan lehet majd erre a kezdeményezésre is gyűjteni, és hát hogy kreativitásunkat bizonyítsuk, kolléganőm készített nemzeti színű zacskót, amelyben a kupakokat így gyűjtötte össze, és természetesen lokálpatriotizmus miatt egy Biatorbágyi címer színeiben összeállított zacskót is, tehát egy Biatorbágyi és egy nemzeti színű zacskóval szeretném színesíteni ezt a mai találkozót. És akkor ezt nagy szeretettel át is adnám a képviselőjüknek. Régi hagyomány nálunk Pilisszentivánon a szelektív hulladékgyűjtés mellett a PET palackok gyűjtése, amelynek átvevője is van, és az is, hogy az iskola kezdeményezésére a kupakokat összegyűjtve a lakosságtól gyűjtjük. Ez most is így lesz, és készséggel segítünk annak a célnak, a nemes célnak az érdekében, amelyet az Egyesület vállalt. Én biztos vagyok benne, hogy több más olyan
kupak fog összejönni rövid időn belül, csak szeretnénk ezt a faluban is elhíresztelni, közkincsét tenni, vagy közhírré tenni, hogy minél hamarabb és minél gyorsabban kerüljenek összegyűjtésre ezek a kupakok. Én remélem, hogy sikerrel. Amikor én értesítést kaptam erről a kezdeményezésről, nem volt vitás, hogy Pilis Csaba csatlakozni fog hozzá. Nálunk is vannak olyan intézmények, ahol már gyűjtik a papírhulladékot, a műanyagot, és hát mi készen állunk arra, hogy minden intézményünkbe elhelyezzünk olyan gyűjtőedényt, amiben minél több kupak össze fog gyűlni, mert ugye ez kettős a cél, egyrészt ugye környezetvédelmi, másrészt pedig mi is szeretnénk segíteni ezen a kislányon, úgyhogy nagy szeretettel csatlakozunk a kezdeményezéshez. Erdősi László vagyok, Erzsébet polgármestere, de én amikor idejöttem, nem tudtam, hogy egy ilyen kezdeményezéshez fogok szintén információkat kapni. Egy biztos egyébként, hogy a hazatérve, el fogom mondani majd a kollégáimnak, a képviselőtestületnek, hogy minél nagyobb számban és minél több aktivistát mozgósítsanak annak, hogy ezt a szép és nemes cselekedetet, amit itt most úgy látom, hogy mindenki szívesen vállalt fel, mi is felvállaljuk, és ígérem azt, hogy a létszámunkhoz megfelelően mi is elég kupakot fogunk gyűjteni, hogy az is talán egy olyan összeg lesz, amit mi gyűjtünk össze, és a kapott pénzből hozzá tudunk járulni azon a kislánynak a gyógyulásához, akit most már úgy érzem, majd a szívünkbe fogunk fogadni. Köszönöm szépen. Én is elmondhatom, hogy Perbálon már több éve, talán évtizede gyűjtik az iskolában a kupakokat. Én magam is gyűjtöm otthon, most is van egy-két nagy nylon szatyorral a kamrában. És hazatérve én is egyből átmegyek az iskolába, és megkérem, valószínű, hogy nem lesz vita, vagy nem lesz kérdés, hogy csatlakozzanak ehhez az akcióhoz, és ebben az évben, vagy remélhetőleg nem kell tovább gyűjteni, hogy a kislány meggyógyuljon. Ebben az évben a gyűjtést föl fogjuk ajánlani a kislány gyógyulására. Ami még nagyon fontos, hogy ez a gyűjtés nem fog abban maradni. Minimum fél, maximum egy évig gyűjtjük ennek a kislánynak, és utána hát sajnos más rászorulóra kerül sor. De folyamatosan figyeljük a kislány állapotát. Ha úgy igényli a kezelés, akkor természetesen számára meghosszabbítjuk az akciót, de az akció célja az, hogy ne egy adhok jellegű legyen, mert ezzel egy picit a gyermekeinket is és a lakosságot is ráneveljük arra, és megmutatjuk nekik, hogy közös összefogással, egy folyamatosan összefogva, szerintem itt a lokálpatriotizmust is tudja erősíteni ez a kezdeményezés, milyen nemes célokat érünk el. És most megkérném fővédnökünket, képviselő urat, hogy egy-egy plakátot adjon át a csatlakozott polgármestereknek. Én addig ettől függetlenül hagyj biztosak mindenkit, aki ezt az adást látja, és minden egyes településnek akár a civil szervezetét, független attól, hogy a polgármesterünk most éppen ráérte, éppen itt tud-e lenni személyesen is, hogy ezt az akciót támogassa, és tegyünk jót, és tegyünk jól Bogiért, egy olyan módon, amivel a környezetet kíméljük, segítsünk ennek a kislánynak meggyógyulni. Polgármester asszony. Polgármester úr. Mester úr. Mester úr. Két, egy hetet eleti a főorvos. És annyit még hagyd tegyek hozzá, hogy ezek a plakátok mutációba is készülnek, lesz olyan, amin a én képen, mint fővédnök nincs rajta, azokat a tanintézményekben is el lehet helyezni itt a jogszabályoknak megfelelően. Természetesen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És még egyszer köszönöm a csatlakozást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Miről szól ez a kupakgyűjtési akció? Ennek a kupakgyűjtési akciónak három célja van. Egy, hogy egy beteg kislányon segítsünk.
és ezt pedig oly módon tudjuk megtenni, ahogy az összegyűjtött kupakokat értékesítjük, és az érte befolyt összeget Bogika családjának fogjuk továbbítani. A második célja a környezetvédelem, mert nekünk ez egy hulladék, egy szemét, de Bogikának egy kezelés, egy gyógyszer, egy masszázs és a többi. És a harmadik, ami nagyon fontos, hogy itt egy picit a lokálpatriotizmust is tudjuk erősíteni az emberekben, hisz van egy közös cél, amiért össze tudunk fogni, és ez nem is egy, hanem most már hármas közös cél, amiért válvetve tudunk közösen tenni, hogy minél előbb meggyógyuljon Bogika. Mit lehet tudni Balogh Boglárkáról? 6 éves kislány, egészségesen született, és majd egy agydaganatot kapott. Azt diagnosztizáltak nála, most sajnos éberkómában van, és egy nagyon életvidám kislány, és nagyon akar élni. Most már több mint egy éve sajnos lemondtak róla az orvosok, viszont Bogika még mindig küzd, és szeretne élni, szeretne játszani, szeretne ugyanolyan kislány lenni, mint a többiek. Ebbe a kupakgyűjtési akcióban az a jó, hogy nem csak a tehetősek csatlakozhatnak ehhez, hanem szinte bárki, aki vagy üdítőt, ásványvizet, vagy egyéb dolgokat fogyaszt. Igen, és ami nagyon fontos, hogy nem csak üdítős, tehát teljesen mindegy, bármilyen műanyag kupak, akár még fokrémes műanyag kupak, mosószeres műanyag kupak, és ez az adakozás ezt nem nézi, hogy teli van a pénztárcám, vagy üres a pénztárcám, mert mindannyian használunk a háztartásban műanyag kupakot. Itt csak egyet néz ez a kezdeményezés, hogy minél több kupak összegyűjjön. Hogyan képzeljük el, mennyi, tehát hogy egy kupak hány forintot ér, vagy egy kiló kupak hány forintot ér? Összeget nem tudok mondani, tehát kilóra veszik át. Most vagyunk többel tárgyalásban, természetesen aki a legtöbbet kínálja, és a szállításba is be tud segíteni, annak fogjuk, tehát összeget még nem tudom. Érden például az érdi hulladékszállító cég fogja elvinni, de még ott is tárgyalás alatt van az ár. Ez egy nagyon nemes és fontos akció, de Budakeszi településén rendszeresen gyűjtünk rászoruló gyerekeknek, beteg gyerekeknek, és ezzel a hagyománnyal nem szeretnénk felhagyni. Tehát itt ez egy két célú dolog, egyrészt egy nagyon nemes dolog segíteni a rászorulókon, ezt szeretnénk folytatni, másrésztről a természetvédelem szintén egy olyan fontos érték, amire oda kell figyelni. Ezeknek a palackoknak az újrahasznosítása nagyon fontos, ennek az akció a segítségével ezt is meg tudjuk oldani, hiszen itt a kupakok begyűjtésre kerülnek és újrahasznosítódnak, míg hogyha szemetesbe kerül, akkor nyilvánvalóan nem bomolnak fel, tehát szennyezik a természetet. Úgyhogy ilyen szempontból is mindenképpen támogatjuk ezt az akciót, de az nagyon fontos, hogy figyelemmel is kísérjük utána a kupakok eladásából befolyt összegeknek a sorsát, hiszen nagyon fontos, hogy azok a rászorulók kapják meg ezeket az összegeket, akiknek valóban erre szükségük van, és ez a biztosítéka lehet annak, hogy egy akció, egy kezdeményezés jó irányba halad. Tehát én azt biztosan tudom mondani a budakeszieknek, hogy aki ehhez az akcióhoz csatlakozik, az fogja tudni, hogy ezek az összegek célba fognak érni, és valóban rászoruló gyerekek fogják kapni, és azon túl nem csak más térségben lakó gyerekek, hanem ebben a térségben és Budakeszén lakó rászoruló beteg gyerekek részesülnek ilyen típusú segítségben is. Miért csatlakozott fővédőként ez a kampányhoz? Egyrészt, hogy apaként megérintette Balogh Boglárka sorsa, vagy amúgy is elvállalta volna? Hát azt gondolom, hogy nem csak apaként vagy szülőként érint meg bárkit is Boginak a sorsa, hanem emberként. Tehát én ezt mindenképpen, bár a felvezetőben jópofa összehasonlítva, vagy jópofa mondat volt ez, hogy az aláírás gyűjtés után a kupak gyűjtés. A két dolog az egy teljesen különbözik egymástól. Ez egy véletlen egybeesés, időbeli egybeesés, de hát ez egy sokkal hosszabb ügy, abszolút politikamentes. Ha valami közösségi cél van azon kívül természetesen, hogy segítsünk rászoruló gyermekeken, rászoruló embertársainkon, engem az fogott meg ebben a dologban, hogy van egy másik közösségi cél is, az, hogy a környezetünket kimeljük, az, hogy amit
hulladékot újra lehet hasznosítani, azt hasznosítsuk újra, és hát a kupak az pont egy ilyen dolog. Talán kevesen gondolják, hogy a kupakban annyi, vagy egy kicsivel több anyag van, mint magában a PET palackban. Úgyhogy így ez egy óriási mennyiség mindenképpen, és nagyon jó helyre megy az ebből befolyó összeg. Mit szólt ahhoz, hogy hogy több önkormányzat is csatlakozott ez a kampányhoz, úgyhogy valószínűleg borzasztó nagy mennyiségű kupakok fognak összegyűlni? Hát én ezt majdnem azt kell mondjam, hogy természetesen tartom azokon, a polgármester asszonyon, illetve polgármester úrnakon kívül, akik most el tudtak jönni, többen is jelezték, hogy természetesen az ő településük is részt kíván venni ebbe az akcióba. Még egyszer mondom, ez egy teljesen természetes emberi gesztus, egy teljesen természetes emberi reakció akkor, amikor egy olyan kislányról, egy olyan gyermekről van szó, aki súlyosan beteg, aki mindenképpen segítségre szorul, és olyan egy borzasztó jó ötletnek tartom azt, amikor jót cselekedhetünk jól.